az Egyesült Államokkal folytatnánk a kitekintést. Ugye, mint az első ország, aki bekerült, vagy aki okozta ugye a válságot, így az első, aki ki tudott abból evickélni. Ugye azt látjuk, hogy már 2015. decemberében kamatot emelt, érzékeltetvén azt, hogy a jegybankja úgy gondolja, hogy a közeljövőben inflációs nyomás veszély leselkedik. Ugye amerikai jegybanknak dupla, két mandátuma van, egyrészt hogy az infláció 2% körüli tartása, másrészt meg a teljes foglalkoztatottság elérése. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a teljes foglalkoztatottságot elérték. Ugye a legutóbbi májusi munkanélküliségi adatok alapján azt látjuk, hogy 2001 óta nem volt ilyen alacsony munkanélküliség az Egyesült Államokban, egy szélesen inkluzívabb mutatót nézünk, akkor 2007-es szinteknél járunk, de mind a két esetben azt lehet mondani, hogy válság előtti szinteken van az amerikai foglalkoztatottsági szint. Feltételezhetnénk azt, hogy ennek következtében ugye bérnyomás, bérinfláció is kialakul, és pontosan ez az, amit remél, vár az amerikai jegybank is, de egyelőre ez nem következik be. Ugye azt látjuk, hogy az átlagos órabérek 2-2,5% körüli mértékben bővülnek éves szinten, azonban, hogyha ehhez hozzáveszünk ugye az inflációs hatást, ugye a reál béreket nézzük, azt látjuk, hogy bizony az év elején volt, hogy csökkentek éves szinten ezek a reálbérek. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a fogyasztás viszonylag stabil, ugye 70%-át adják a GDP-nek, bár visszaesett az első negyed évben, 2009 óta nem látott mértékben az amerikai fogyasztás bővülése. Továbbra is látjuk azt, hogy a lakáspiacon a rekordárak ellenére van kereslet, és az egyéb termékekre is van még kereslet az amerikai fogyasztók részéről. Mit gondol a Fed mindenről az inflációs hatásról? Ugye az év elején 2% fölé, a céljuk fölé emelkedett az árdrágulás mértéke, ennek hatására a jegybanki kommunikébe bele is helyezték azt a szót, hogy szimmetrikus inflációs céljuk van, utalván arra, hogy nem baj, ha 2% fölé megy. Azóta se járt 2% fölött. Ugye itt a bázis hatás az olajárak tavalyi bezuhanásának a bázis hatása miatt történt meg ez az inflációs megugrás. Az elmúlt hónapokban szépen lassan kezdett kiárazódni, és ennek hatására csökkent a fő inflációs mutató. Nagyobb problémát jelent a jegybank, és itt kicsit a gazdaságra nézve is, hogy a maginflációs mutató is csökkent az elmúlt időszakban, ugye ez a volatilis energia és élelmiszerárak nélkül számított árdrágulás mértékét mutatja. Bizonyos számítások alapján azt mondhatjuk, hogy 2010 óta nem volt ilyen időszak, mint az elmúlt három hónap, amikor ilyen nagy mértékben esett volna a maginflációs mutató. Még érdekesebb, hogyha a maginflációs mutatót tovább szűkítjük, és azt mondjuk, hogy a lakhatási hatásokat is kivesszük belőle, ugye ebben a bérleti díjak megugrása a legjelentősebb tétel, ami ugye a lakáspiaci válság volt 2008-ban, hatására ugye a kilakoltatott emberek a bérlői piacra mentek át, és ezáltal feltornázták, ugye erős kereslettel elkezdték feltornázni a bérleti díjakat. A lényeg, hogyha kihagyjuk ezt a mondhatjuk azt, hogy torzított értéket is, akkor igazából 2004 kivételével sosem volt még ilyen alacsony inflációs környezet az Egyesült Államokban. Hát láthatjuk azt, hogy a Fed reménye, hogy ez egy átmeneti hatás, egyelőre csak egy remény. Módosították is az inflációs várakozásaikat az idei évre, a korábbi 1,9%-ról a teljes infláció esetében 1,6%-ra, míg a maginfláció esetében 1,7%-ra módosították lefelé. Ennek ellenére a jövő évi 2018-as szinteket továbbra is változatlanul hagyták 2% környékén, utalván arra, hogy ők egyértelműen átmeneti hatásnak gondolják ezt, főleg itt az energiaárak volatilitása miatt, hogy az infláció így visszaesik. Viszont ugye az érdekes kérdést tesz fel a jövővel kapcsolatban. A jegybank júniusi ülése alkalmával azt mondta, hogy még az idén egy kamatemelést szeretne, 25 bázispontot, és a jövő évben még 3-at. Mindemellett ugye, ami per pillanat sokkal fontosabb, hogy a mérleg főösszeg zsugorításának tervét is bejelentette. Ugye a válság során a mennyiségi lazításoknak köszönhetően az 500 milliárd dollár alatti mérleg főösszeg szépen lassan 4000 milliárd dollár fölé bővült, leginkább állampapírok, illetve jelzálogot fedezett értékpapírok vásárlásának köszönhetően. Meglehetősen egyértelmű tervet vázolt föl, ugye az állampapírokat 6 milliárd dollár havi mértékben hagyja kifutni,
míg a jelzálogat rögzített értékpapírokat meg 4 milliárd dollárral. Ugye azért fontos megemlíteni ezt a hagyja kifutni dolgot, mert nem arról van szó, hogy egyértelműen eladja a rendelkezésre álló papírokat, hanem ezek különböző lejárattal rendelkeznek, egyszerűen nem fekteti be újra azokat az értékeket, amiket ugye a lejáró papírokból kap. Ugye pár negyed év múlva, negyed évenként emeli hol 6, hol 4 milliárd dollárral ezeket az összegeket, egészen addig, mint 30 és 20 milliárd dollárig nem jut el ez az összeg, így összesen azt lehet mondani, hogy egy év múlva már 50 milliárd dollár havi összegben zsugorítja a mérleg főszegét. Ez az 50 milliárd dollár havi szinten az állampapírpiacon, ha csak az állampapírpiacot nézzük, akkor is egy csepp a tengerben, tehát komoly hozam vagy gazdaságlassító hatása ennek önmagában nem lehet Kérdés az, hogy mennyiben tolódik a kamat emelés, kamat várakozás. A piac per pillanat jövő márciusra várja az első amerikai kamat emelést. Úgy gondolják, hogy ez a nagyon alacsony inflációs környezet, illetve a bérinfláció teljes hiánya nem engedi meg a Fednek, hogy tovább szigorítson. Így könnyen lehet, hogy sokkal előbb kerül sor erre a mérlegfőszeg zsugorításra, akár már szeptemberben. Vannak páran, akik úgy gondolják, hogy már júliusban sor kerülhet rá, de ez igazából nagyon kis valószínűséggel számítódik. Mindemellett úgy gondolják, hogy a GDP stabilan 2% körül bővülhet, a hosszú távú növekedési kilátásaikon nem is változtattak, az maradt ilyen 1,9% környékén, tehát látjuk azt, hogy a válság előtti 3-4%-os gazdasági növekedés időszaka úgy tűnik, hogy lejárt, nem tud az amerikai gazdaság visszakapaszkodni még teljes foglalkoztatottság mellett sem azokra a szintekre. Itt leginkább a termelékenység nagyon alacsony szintjével lehet ezt magyarázni. Ugye ez a monetáris oldal, és látjuk azt, hogy igazából az infláció hiánya nélkül, ami nem egy olyan nagy probléma, mert a bérek azért nőnek, nem is olyan nagy mértékben, de a leáll bérek így sokkal nagyobb mértékben tudnak bővülni. Látjuk azt, hogy kedvező gazdasági környezettel dolgoznak a fiskális oldalon, viszont ugye amennyire lelkesen és amennyire erőteljesen és nagy vágyakkal, reményekkel kezdték az évet, annyira sikertelenül zárják az első fél évet, azok közül, a tervek közül, amit megfogalmaztak, hogy egészségügyi reform, adóreform, infrastruktúrális csomag, költségvetés elfogadása, stb. Semmit nem valósítottak meg. Ugye a legutóbbi fejlemény, hogy az egészségügyi szenátusi javaslat szavazását is a júliusi hosszú hétvége utánra halasztották, viszont így egyre csökken ennek megvalósíthatósági esélye. A piac számára a legeslegfontosabb egyértelműen az adócsomag, ugye az adócsökkentés mértékéről vitáznak, de mindenki arra számít, hogy jelentős adócsökkentésre kerül sor. Kérdés, hogy ennek a másik oldalát miből és hogyan teremtik elő, pláne úgy, hogy a költségvetésben is láttuk az előzetes tervek alapján, hogy azért jelentős kiadásbővülés, főleg a adógyi védelmi szektorra csoportosulna. Az adóreformra per pillanat úgy gondolják, hogy nem kerül sor, nem kerülhet sor egészen addig, míg ezt az egészségügyi reformot valamilyen úton módon nem kezelik, nem zárják le. Könnyen lehet, hogy az egész kudarcba fullad és 7 év panaszkodás után nem sikerül egy évkézláb egészségügyi reformot elfogadni a republikánus pártnak. Ha nem sikerül az adóreform, vagy nem olyan mértékben, mint ahogy azt per pillanat a piac is árazza, még nem teljes mértékben van beárazva, ugye nem tudjuk a részleteket az adóreformmal kapcsolatban, de mindenféleképpen a piaci magas szintek részben ennek is köszönhetőek, akkor negatív hatásokat várhatunk a teljes tőkepiaci szférában az Egyesült Államokban. Érdekességebb és sokkal közelebbi időpont ugye az adósságplafon kérdése. Júliusban megint beleütközik Amerika az önnön választott adósságplafonjába. Ez valószínűleg az elmúlt évekhez hasonlóan nagy csinálatot a közepette, meghosszabbítják majd az előzetes időközi választások utára. Ugye ez 2018 őszét jelenti, hogy majd akkor foglalkoznak vele részletesebben. És ennél talán fontosabb a költségvetés kérdése, hogy említettem már, hogy eddig csak egy vázlat sorozatot kaptunk, hogy milyen terveik vannak a jövő éves költségvetésre, ezt szeptemberig kell elfogadni. Ezért is baj, hogy így feltordódtak a dolgok, mert az egészségügyi reform, ami voltak itt egy óriási adócsökkentés, aznak hatása van az adóreformra, annak hatása van a költségvetésre, és ha az első dominó nem indul el, akkor lehet, hogy a többi is megakadott, ahol van.
Összességében azt lehet mondani, hogy monetáris oldalról kedvező helyzetben van a jegybank, ugye a gazdaság növekedik, bőven megállhatnak, elindítják majd az idei évben ezt a mérlegfőösszeg csökkentést, és ezáltal messze a világot megelőzve szerepelnek, bőven felkészülve és muníciót gyűjtve a következő válságra, legyen az bármikor is. Fiskális oldalról igazából jelentős áttörést itt a harmadik negyed évre nem igazán várunk. Kérdés az, hogy ősszel sikerül-e bármiféle kompromisszumot létrehozni adóreform kérdéskörében, és akkor ugye még az infrastruktúrális beruházási gazdaságösztönző csomagról nem is tettünk említést. Másik témára rátérve, ugye ahogy itt hallottuk a világ egészét és egy bankok sorozatát aggasztó energiaár kérdésére, ugye az OPEC tavaly decemberében kiegészülve több nem OPEC tagországgal történelmi egyességet fogadott el, amelyben 1,8 millió hordó per nappal csökkentik önkényesen kitermelésüket, annak a reményében, hogy a rekordszintre dagadt világ olajkészletek szépen lassan zsugorodnak majd, és ez elkezdi felhajtani az árakat. Fél éves időtávot határoztak meg maguknak, nem sikerült beváltani a várakozásokat, az olajárak hát szinte ugyanott voltak, mint az egyesség után. Ennek hatására nem meglepő módon újra meghosszabbították az egyességet, most egészen 2018 márciusáig, tehát egy fél év, negyed évvel hosszabb időtartamra. Viszont továbbra is kérdéses, hogy mivel változatlan feltételek mellett zajlik továbbra is az egyesség, hogy ennek ténylegesen sikerül, hogy ennek ténylegesen hatása lesz, pozitív hatása az árakra. Látjuk azt, hogy az OPEC kartelen belül is vannak olyan országok, ugye Nigéria és Líbia, aki mentesül itt a kvóta rendszer alól. Ugye Líbia háború sújtotta ország, míg Nigéria a belső lázadók miatt nem tudja normális kitermelési szintjét biztosítani. Igen ám, de pont júniusban mind a két országnak sikerült kedvező fordulatot vennie. Nigéria ilyen 12-16 hónap után újra indította a legfontosabb mezőit, és ezáltal 2 millió hordó per napos kitermelési szintre igyekszik felfuttatni kitermelését pár hónapon belül, már most is ennek közelében jár, míg Líbia, ugye a háború sújtotta veszteségeiből fölállva, hogy a 150%-kal növelte kitermeléseit éves szinten már most. Arányait tekintve Líbia nagyon kevés azok teljes OPEC-ben, csak 3%, de akkor is látjuk, hogy a nagyon érzékeny egyensúlyi kvóta helyzet miatt számít ez is. Így nincsen kizárva, hogyha továbbra is ilyen alacsony szinten maradnak az olajárak, akkor ezt a két országot is behajtják a kvóta rendszer alá, és nekik is maximalizálják a kitermelés mértékét. Ugye az egyességben részt nem vevő országok élén, ugye Amerikával, Kanadával, Brazíliával, de Norvégiát is, és Angliát is ide lehetne sorolni, élvezik azt, hogy a OPEC tagországok önként 1,8 millió hordót kivontak a piacról, élvén ezzel a lehetőséggel rekord szint közelébe, négy éve nem látott szintekre tudják felhajtani a kitermelésüket, ugye élen jár ebben az Egyesült Államok, ugye a pala olajnak köszönhetően. A saját energiaügynökségük becslése alapján a jövő évben átlagosan több mint 10 millió hordó per napot terveznek felszínre hozni, ez egyértelműen rekordot jelent, magasabb, mint az 1970-es években tapasztalt 9,8 millió hordó per napos szint. Látjuk azt, hogy az alacsonyabb árszintek mellett is bőven profitábilisan tudnak dolgozni, tehát az amerikai kitermelők részére ez a 45 dollár, de mondjuk így 40 és 50 dollár közötti szint tökéletesen elégséges arra, hogy profitábilisan hozzák felszínre az olajat. Sőt, olyan mértékben, hogy az amerikai export, ugye pár évvel ezelőtt oldották fel az exporttilalmat, az amerikai olajexport is egyre nagyobb és nagyobb mértékben bővül Európában és ugye Dél-Amerikában exportálnak per pillanat leginkább. Tehát látjuk azt, hogy kínálati oldalról bőségesen sok olaj van a világban, kérdés az, hogy a kereslet mennyit tud ebből felszívni, és azt látjuk, hogy vajmi keveset. Ugye a fejlett országokban nem meglepő módon a kereslet nem bővül, ugye a rendkívül alacsony földgázárak miatt, a megújuló energiák elterjedése miatt, de nézhetünk a közlekedési reformok terén is, ugye a hatékonyságjavítás, akár a benzinfogyasztáson vagy dízelautók esetében, illetve a lassan de biztosan terjedő elektromos autók esetében is látjuk azt,
hogy a fejlett országokbeli olajfogyasztás legjobb esetben stagnál, de inkább csökken. Ugye megint a világ legnagyobb fogyasztóját példaként említve az Egyesült Államokban a népesség arányában vizsgált, levezetett mérföldszám 98 óta nem látott alacsony szinten van. A válság mélypontjaihoz képest azért világbalt, de továbbra is nagyon alacsony ez az érték, és nem mutat igazából semmi jel arra, hogy itt a 2005-ben elért maximális szintjeihez vissza tudna menni. Éppen ezért ugye a világ energiaügynökségei mindig abban bíznak, reménykednek, hogy a fejlődő piacokból, leginkább a távol-keleti fejlődő piacokból, Kínából és Indiából érkezne meg az a plusz kereslet, ami majd egyensúlyba helyezi a piacot. Itt is viszont azt látjuk, hogy egyre több jel utal arra, hogy ezek hiába való álmok. Kínában a tavalyi év volt az első 10 év után, hogy a dízelkereslet csökkent. Látjuk azt, hogy az elektromos autók terjedése ott is rohamos léptekben zajlik. Ugye folyamatosan zárják be, illetve alakítják át a különböző klasszikus energiahordozóra épülő erőműveiket. Ők a világ vezető zöld és megújuló energia beruházói, és hasonló utat kíván bejárni India is. Nem utolsó sorban azért, mert a környezet károsítás mértéke olyan szintre jutott Indiában, hogy most már kínai városokat előznek meg halálozások tekintetében. Egy nagyon nagyszabású tervet fogalmaztak meg, hogy 2030-ig szeretnék, hogyha a teljes ország gazdasága jelentős mértékben megújuló energiára, elektromos autók és társai napenergia, szénenergia állna át. Valószínűtlen, hogy ez sikerül abszolválni, ugye az ország lakosságának nem kis hányada továbbra is teljes mértékben az elektromos hálózatról le van kapcsolva. Viszont ez is azt jelenti, hogy bizonyos elemzések alapján, hogy 13 év távlatában a jelenlegi keresleti szinttel kell számolnunk. Tehát láthatjuk azt, hogy a keresleti oldalon nincsen meg az a fajta dinamika bővülés, ami ezt az óriási mennyiségű kínálatot fel tudná szívni. Így közép és hosszú távon is talán lehet ezt mondani, úgy tűnik, hogy ez az 50 dollár körüli amerikai könnyűolaj tekintetében 50 dollár körüli szint az, ami kielégítő mind a keresleti, mind a kínálati oldal számára. Szélesebb sávban persze mondhatjuk azt, hogy ez a 40 és 55 dollár környéke. 45 dollár alatt minél inkább itt a 35 felé közeledünk, ott már a klasszikus kitermelők is, mint például Oroszország egyre kevésbé tud nyereségesen kitermelni, de már a palaolaj kitermelők is szívhatják a fogukat, míg ugye 60 dollár fölött olyan mértékű kitermelés bővülés indulhatna be, ami mindenféleképpen korlátozza az áremelkedést.